Egy hétfői napon, 2024. április 15-én a Cseszneki Faluházban találkozóval egybekötött filmvetítést hirdetett meg a Cseszneki Szabadidő Klub. Az esemény meghívott vendége dr. Vercsek Ilona volt, aki a közösségfejlesztés legjelentősebb hazai képviselője és tanára, a Közösségfejlesztők Egyesületének tiszteletbeli elnöke és aktív tagja, számos hazai közösségfejlesztő folyamat résztvevője és mentora, az ELTE címzetes egyetemi tanára. És ahogy a helyiek közül is a legtöbben ismerik, Ilika. Vercsek Ilona és Varga A. Tamás 40 évvel ezelőtt az első hazai, tudatosan közösségfejlesztési kísérlet vezetőiként érkeztek munkatársaikkal együtt a Hárombakonyi faluba. Bakony-Szentkirályra, Bakony-Oszlopra és Csesznekre, az akkori Népművelési Intézet munkatársaiként. Akkor még nem tudták, hogy közösségfejlesztés lesz az, amit csinálnak. Ők a kezdetekben társadalmi-kulturális fejlesztésnek hívták kísérletüket. Varga Tamás 1983-ban a Bakonyi falvak lakóinak feltett interjú kérdései a mai napig érvényesek. A három kérdés a következő. Mit jelent az ön számára itt élni? Min kellene változtatni, és hogyan? Ön mivel járulna hozzá a változásokhoz? A közösségfejlesztési folyamat a három településen 1983-tól 89-ig tartott. A munka inspiráló légkört fejlesztett mindhárom faluban, melyek eredményei számosak. Megszületett többek között négy közérdekű közösségi kalendárium, a Tanítana Tanulna tankatalógussal, régi mesterségek hiteles leírásával, a helyi nagy öregek elbeszélései alapján. A magyarországi és franciaországi kapcsolatok élményeivel és tanulságaival, az önkormányzati munka közösséget érintő beszámolóival, javaslattételeivel. Megszületett továbbá a kalendáriumi baráti kör, falunként egy-egy csoporttal. Nagy Bálint parasztköltő verses kötetei, az új településkép kialakítás koncepciójában a Bakony-Szentkirályi Orvosi Rendelő, a Francia Barát Társaság. És elkészült ez a film is. Közösségfejlesztés a Bakonyban címmel. Ilika értelmezésével és narrációjával. A filmvetítés időutazás volt a résztvevők számára, amelyre Balázs Béla szavaival hangolódtunk rá. A vetítés közben pedig meghatott arcokat lehetett látni. Olykor jelentőségteljesen egymásra néztek, odasúgták egymásnak a megszólalók neveit, megfogták és megszorították egymás kezét. Mosolyogtak, meghatódtak. Egy szóval újraélték az egész életükre meghatározónak bizonyult egykori élményt. A most következő film egy közösségfejlesztési kísérletet mutat be. A felvételek nem a fejlesztési folyamat dokumentálására születtek, nagyobb részt amatőr munkák. A videó a fejlesztés, a bátorítás eszközes, nem célja. Az első filmeket a fejlesztők és a helybeliek közösen, a továbbiakat már maguk a helybeliek készítették, s készítik ma is. Bakony. A Balatontól északra elterülő rökhegység. Közösségfejlesztési kísérletünk színhelye 3, közigazgatásilag együvé tartozó település, Bakony-Szentkirály, Bakony-Oszlop, Csesznek. A térségben 2617 ember él. Mező- és erdőgazdaságban dolgozik az aktív keresők közel fele. Ennél valamivel kevesebben dolgoznak az iparban, és még kevesebben a szolgáltatásban. A keresők majdnem fele lakóhelyén dolgozik, a többiek eljárók. Helyben a meghatározó munkahely a termelőszövetkezet, a közelben pedig Dudar szénbányája. 1945 előtt zömében 10-15 holdas középparaszti gazdaságok jellemezték a falvakat, s a parasztság mellett még a napszámos cselédréteg volt jelentős. A falvak, de különösen Bakony-Oszlop jövőjét alapvetően meghatározza az a tény, hogy alattuk jó minőségű bauxitmező húzódik, melynek kitermelését a közeli jövőre tervezik. Ma három falunak a legnagyobb problémája,
ellátás és az iskola. Én ezt a kettőt helyezném az én legfontosabb, legelső helyre, mert tudjuk azt, hogy a vízünk nitrát tartalma véget nagyon magas, viszont vannak települések, vissza részek, ahol nem csak nyáron, hanem még most sincs víz, ahol hát tudva levő, hogy úgy forják messziről mosni, meg szóval étkezésre is, csecsemőknek ivásra, Veszprémből hoznak. Úgyhogy szerintem a víz lenne a legelső, ami én az első helyre tenném, az én véleményem szerint. És hát az iskola, hát azért soroltam az iskolát a három faluban, mert nagyon rossz körülmények között tanulnak a gyerekek. Szép óvodából bekerülnek egy olajos padlójú iskolába, ami viszont az már hiába akarja az ember szépé tenni, barátságosabban, nem sikerül úgy, mint egy új iskolát, vagy egy szép iskolát. Hát ha más nem, az alsó tagozat az maradhatna, mert annyi nevelő és annyi pedagógus van oszlopon, hogy az utaztatás nélkül meg lehetne oldani. Mert most már falunkban jó pár nevelő van, akit helyben az alsó tagozatot azért tudná tanítani. Hát és az utak. Az utak azok, vannak területek, ahol még elfogadhatatlanok. Például az én körzetem, ahova jelöltek most, nem az én körzetem, csak a jelölt körzetem. Hát ott télen se fa, se szén, semmilyen szállítással meg nem oldható, mert nagyon rossz terület. Úgyhogy nagyon sok a panasz, nagyon sok a panasz arra, hogy a TSZ területéről az összes iszapot, hordalékot mind behozza oda. És emberek, akik hát tavaly pucoltatták be a házukat, az ide megint össze van fröcskölve, és sokat kell dolgozni, sokat mérgelődnek, mert én se. Én ezt helytelenek tartom, mert én is mérges lennék, hogyha az én házam elejét összefröcsölni minden egyes esődés után. Ez egy alapvető probléma, amit hát meg kellene oldani valamilyen képpen. Kicsit megoldódott itt most a Békefiantal utcában, ahol a gátalva átvágással, hogy ha lehetne ott is valami ilyesmit vagy megnézni, nem ismerem a környéket, nem ismerem az embereket, hogy milyen, hogy ezt szerintem csak azoknak az embereknek a megbeszélésével és a összehívni őket, hogy ők hogy gondolják, bevonásával lehetne ezt hát megvalósítani. Hát tudjuk, hogy nehéz, de hogy mégis egy olyan valamit csinálni, ami nem véglegesen, de ideiglenesen megoldaná azt, hogy ott ez minden évben és minden esőzéssel hát előforduljon. Mert tény és való ez van ott minden esőzéssel. Ezeket kellene ott mind megnézni, és valahogy ezeknek az embereknek a problémája jelentíteni, mert nagyon bizonytalanok. Nagyon-nagyon bizonytalanok az emberek, és el vannak keseredve, hogy őket nem hallgassák meg. Még lehetne tovább sorolni, mondjuk ami költséges az államkasszára nézve, és a mi számunkra, a falura nézve a bauxit kutató vállalat, amit mondjuk végrehajtanak a faluba furásokat, egy kicsit, hát szóval a jó nép nem jó szemmel nézi ezt, mert bárhol fúrnak az udvarokba, a zajt, stb. Ezt meg nem fizetik úgy, ahogyan kellene, mert tulajdonképpen lehetne erről sokat beszélni a községbe, és úgy, ahogy a térképet néztem már, nagyon sok ház bele fog esni a településünkből, és további fejlesztésünk hát két irányba terjed majd ki. Nem tudom majd, hogy fogják majd az utódaink, vagy a fiatalok hogyan fogják ezt igényelni továbbra is itt a házhelyeket a falunak a terjeszkedésével kapcsolatban. Néztem a rajzon, állítólag egy új épületről lévén szó, egy iskola is be van tervezve hosszú távlatba, de nem tudom majd ez hogy fog megvalósulni. Mert kérem, hogyha bauxit
mondjam azt, ha ez itt külszíni bontás lesz. Hát nagyon sajnálom a falut, nem szeretnénk úgy járni, mint sokan járnak, Iharkuta, meg egyéb hasonló, hogy még minden vörös lesz. Gyümölcsfáinkat, szőlőinket, vagy bármit mondjuk veszélyeztetve van, mert ezt mindenkor hordja széjjel. Hát nem tudom majd, hogy a jövőbe, lehet, hogy már az én ciklusom alatt, vagy az én koromba, lehet, hogy meg lesz bontva, lehet, hogy nem, de továbbiakra nézve, akik a helybe fognak maradni a faluba, és közvetlenül a két utca között meg lesz bontva itt hátul az én területem, ami most hol jelölve vagyok, és a község között, itt a kertekben meg lesz bontva itt a bauxit, hát keserves, az utódaik majd keserves pillanatokat fognak megélni. Szűkebb választókerületem problémáit inkább szociális problémáknak érzem. Sok az idős elhagyatott ember, akinek életkörülményeit javítani kell, megélhetését jobbítani, jobbá tenni. A dolgos élet után a megérdemelt pihenést kell biztosítani nekik. A gondok megoldását egy öregek napközi otthonában látom, akár itt Bakonyosztopon, vagy a társközségek területén, bárhol, ahol megfelelő ellátást, étkeztetést és kulturális lehetőséget kapnak az öregek. Ugyanezekkel a problémákkal találkoztunk mi is a falvakban kísérletünk kezdetekor 1983-ban, csak akkor nem az imént látott népképviselők avattak bennünket gondjaikban jártasokká, hanem a falu jelentős, mások által számon tartott személyiségei, informális vezetői, akik közül többekkel találkoznak majd a filmben. A most bemutatottak az 1985-ös tanácstagi és országgyűlési képviselőválasztások jelöltjei voltak, akik kérésünkre elmondták, miben látják térségük legfőbb problémáit, és hogyan kívánnak segíteni rajta. De ezeket a problémákat fogalmazták meg a falu progresszív gondolkodású vezetői is, amikor a Magyar Televízió riportere faggatta őket. Mit nevezett európai életnek? Itt ma, Bakony-Szentkirályon Magyarországon, 1985 tavaszán. Hogy jó víz legyen, normális életkörülmények legyenek. Iskola, gyerekeink itt ugyanolyan eséllyel induljanak majd egy gimnáziumi felvétel során, mint bármely más településen az országban, nagyságrendtől függetlenül. Normális hírközlés. A legalapvetőbb dolgok meglegyenek a falusi ember számára is. 75-től kezdve minden évben például kértük az egészségügyi épület teljes és komplex felújítását. Figyeled a számot, ugye 75, most 86-at élünk. Víz, fontan a nitrátos vizet, több mint felháborító. Még nincsen víz, ivóvíz a három faluba. Iskola, három faluba. Kérlek szépen, a normandai partra szállás, néha az az érzésem, könnyebb feladat volt a szövetségesek számára, mint itt egy órarendet összeállítani a pedagógusoknak. Most képzeld rá, úgy megszervezni az órákat, hogy az a pedagógus, aki lemegy valamelyik faluba tanítani, lehetőleg mindegyik órája ott legyen, mert a buszhoz kell igazítani. Nézd, nekem van két lányom, és felháborítónak tartom. Most ünnepeljük majd ugye a 40 éves évfordulót, de ez az ország a 40 év alatt, tudod, nem adott egyenlő esélyt a falusi és a városi gyereknek. Én felháborítónak tartom azt, hogy a lányom, akinek jó nyelvérzéke van, azért nem tanulhatott közben nyelvet, és óriási handicappel indul a középiskolába, angolból például, azért, mert én ilyen megáltalkodott módon ragaszkodom a falumhoz. Igazságtalan, sértő. Ennek nem szabadna előfordulni. Vagy a másik, kiárt egy vívómester Veszprémből, egy nagyon aranyos bácsi. És oda jött hozzám, és azt mondta, hogy a kisebbik lányomnak olyan reflexe van, hogy billenne, hogy abba hagyna a vívást. Abba hagyta. A bácsi később nem tudott kijárni, és abba hagyta. Most érted? A városban kérlek szépen, hogyha van egy fél hülye gyerek, valamivel biztos, hogy jobb, mint az átlag. Hogyha a szülei egy picit odafigyelnek, akkor ez a gyerek addig megy, ameddig a neki legmegfelelőbb témát meg nem találja.
Lehet a vízilabda, vívás, lehet az angol nyelv, lehet a zene. Tudod? Tehát az én esetemben most visszatérve a kérdésedre, hát megint hosszú vagyok, de nem leheti ezeket a dolgokat tőmondatban megválaszolni. Hogy valamit végigcsinálja, azt jelenti, hogy legyen normális iskola. Például. És legyen egészséges ivóvíz. Nézd, mielőtt én idejöttem. Én is csak úgy hallottam, hogy meghalt egy csecsemő azért, mert nitrátos volt az ivóvíz. Több mint felháborító. Egy társadalmi igazságtalanság. És ezt 40 év alatt azért ezt már meg kellett volna oldani. Tudod, én nem tudom, hogy miért nem tudtuk megoldani. Sejtek bizonyos dolgokat, de bizonyítani nem tudom. Tehát egy kár is róla beszélni. A tanácsülések témája is mindig ugyanez, s az első sorok is mindig üresek. Az emberek kiszolgáltatottságukat zártan, faluváros alárendeltségében élik át, gondolkodásuk kényszerűen leszűkül a helyi társadalom szintjére, s teljes állampolgári beleszólásuk a 40 éves állampolgári jogfosztottság következtében járda beleszólásá degradálódott. Beleszólásuk eredményességében nem bíznak, komolyabb problémákkal, például megélhetés, politikai vagy személyes ügyek elő se hozakodnak. De nem tartunk még 1985-nél. Azt javasoljuk, nézzünk körül a falvakban, s közben ismerkedjünk a közösségfejlesztési stratégia kialakulásának történetével. Járva, emberekkel beszélgetve, akár családi körben, akár később az általunk szervezett nyilvános beszélgetéseken, három fő probléma csoport rajzolódott ki előttünk. Az első probléma csoport egy konfliktusmentesnek feltüntetett, szinte tetszhalott helyi társadalom, amelyik nem érzékelte a problémákat, hanem beletörődő volt, és életkörülményeit természet adta létfeltételnek tekintette. Érzékelni lehetett ugyan a már megismert infrastrukturális hiányokat, de nem olyan élesen, mint ahogy azt a tanácstagjelöltek felvetették. A többség mindennel elégedett volt. A második problémacsoport a helyi nyilvánosság hiánya volt. Nyilvánosság helyett csak a helyi vezetők általi tájékoztatásról beszélhettünk, amelyik hiába közölt új információkat, azok informális csoportok hiány nem kerültek közösségi használatba. A harmadik probléma, s az előbbiekben is jószerivel csak erről beszéltek a falusiak, mert csak ezt ismerték fel problémának, az erőteljes infrastrukturális elmaradottság, a hiányok, melyek megléte új hiányokat kumulál, hiszen a víz probléma nem csak egészségügyi vagy komfortkérdés, hanem kihat a vendéglátásra, az idegenforgalomra is. Mindezek felismerése után kialakítottuk fejlesztési stratégiánkat. Úgy gondoltuk, a legfontosabb feladatunk abban segíteni, hogy a már észlelt vagy még nem észlelt problémák megfogalmazódjanak, mégpedig a helyi nyilvánosságban, s ott konfliktusokat hozzanak létre, amelyek megoldása vagy az arra történő közös törekvés a helyzet javulását eredményezi, magát a fejlődést biztosítja. A nyilvánosság szerveződését közösségek létrejöttének elősegítésével és az információk bevitelével és közösségi használatba kerülésével segítettük elő. Fő módszerünk a bátorítás volt, hogy a közösen felismert szükséges cselekedeteket a helyiek véghez is vigyék, hogy ne érezzék magukat egyedül, elszigetelten, tanácstalanul, hogy meglejjék helyi és külső partnereiket, hogy merjenek cselekedni.
bátorítás, megerősítés, a lehetőségek kitágítása, információk bevitele és közösségi mozgások indukálása, gyakorlattá szervezése, ebben foglalhatók össze munkamódszereink. Szinte már az első nyilvános összejövetelen kezdetét vette az úgynevezett kalendáriumi munka, melyen a három falu előzőleg már otthonaikban felkeresett, jelentős személyiségei vettek részt. Az emberek megfogalmazódó vágyait, törekvéseit egy helyi évkönyv, az úgynevezett közérdekű közösségi kalendárium közös szerkesztésével és megjelentetésével javasoltuk közzétenni. Az első kalendárium 84-ben jelent meg, s most szerkesztik a negyediket. Ezzel megindult a falvakban az első közösségi szerveződés. Magyarországon a rendszerváltozás éveiben megszüntették a hagyományos közösségeket, és helyettük a kultúrházak rendszere épült ki. A lakosság elzárkózással reagált a kulturális agresszióra. A kalendáriumi munka 40 éve fel nem használt energiákat hozott a felszínre, mert nem valami idegen szempont bevitelével, hanem a meglévő belső tartalom kibontásával foglalkozik. Óriási szerencsénkre még köztünk élnek azok, akiktől megtanulhatunk felnőtt és öntudatos állampolgárként érezni és viselkedni. Először nálam ment. Az ugye én ismertem mindenkit, itt is, Császnában és Oszopon is. Oda mentünk. Előhoztam nekik, hogy beszéltem most légy szíves, a szennyégetésről, hogy benne volt a öregem, olyan dolog, hogy ugye én már is felejtettem, sikerül szóra bírni. Magnó ment, mert nem is tudta, hogy mit mesél, vagy hogy minek, hogy Magnó szépen ment. A végén lejátszotta a versegilona előtte. Őhoz, hogy mégis érdemes volt szólni. Úgyhogy sorban mentünk, mondom. Úgyhogy, mikor az első kalendárium megjelent, többeket megállítottak az utcán. Te, állj meg egy kicsikét. Megálltom, mi van? Miért nem vittetek én hozzám is? Én is tudok olyan valamit. Ha mit tudsz? A hazverésé tudnék mondani, majd elmegyünk te hozzád is. Hát itt faluhelyen élünk, de úgy érzem, hogy viszonylag elég keveset tudunk egymásról. Ez sok mindennek betudható. Életmódváltozás, meg hát ez a rohanó tempó, amit csinálunk, meg sok mindennek. Már a régi világban a falusi ember kiüt a kispadra, azt elbeszélgetett ott a kollégákkal, barátokkal, most már ez nincs. Tehát nem sok mindent, keveset tudunk egymásról. Kalendárium, úgy érzem, hogy hát talán közelebb hoz bennünket egymáshoz, meg tudjuk egymásról, hogy ki mivel foglalkozik, mit szeret, mivel szeretne foglalkozni, mit szeretne tanulni. Van valami, ami a falunak a múltját összefogja. Nagyon sok olyan eseményről szereztünk tudomást, amit másképpen nem tudtunk volna meg. És végre ez írva is létezik, az öregeknek a elbeszélései írott formában is. De ön több ponton szerepel ebben a kalendáriumban. Hát nem több ponton, én néhány versen szeretek csak a kalendáriumban, meg ajánlásokkal. Vannak bizonyos hobbiaim, amivel foglalkozom, és szeretném elterjeszteni. Például? Japán kultúra érdekel, és sárkánymodelleket szoktam építeni. Hát én többek között azt írtam bele, hogy mi érdekel. Aztán, hát mivel szeretnék foglalkozni. Uh-huh. És mi érdekli? Hát, elég sok minden. Mert érdekel a régészet, aztán elektronika. Hát, ha meg tetszenek nézni a televízión, tenna is. Igen, az előbb próbáltam, hogy elég csinos. Ezt nem csinálta? Igen, nem csináltam. Ja, lehetne az embereket összehozni. Úgy, ahogy valamikor régen. Valamikor régen még az emberek beszélgettek is egymással. Nem tudom, ki emlékszik rá, talán az idősebbek. Nem gondoltuk mit nagy dologra. Csak az, hogyha mit tudom én, egy ember ért a szövőmetszéshez, aztán valamiféle problémája van, egy másik meg akarja tanulni, akkor az beszélhesse meg. Mióta foglalkozik kosárkészítéssel Albert bácsi? Mióta? 1950 óta. Ez pénzkereset, ilyen mellékes? Mellékes. Miből készül ez a kosár? Hát, fűszereszőből.
Hát mi az áram a kosaraknak itt a faluban? Hát ugye változó, meg ugye a haveroknak, vagy ismerősöknek, rokonyoknak, ugye hát csak úgy, azok is segítenek valamit. Meg hát ugye, attól függ mekkora. Veszőt honnan hozza? Itt terem, nekem terem. Ez fűszfa? Fűszfa. Ágyáti nemes fűsz. Szóval ebből lesz a jó kosár. Ebből. Az Amberger család mióta lakik ebben a házban? Hát kérem szépen, 1917 óta. Az édesapja építette, vagy vette a házat? Édesapám, meg a gyerekek, a család. Hányan voltak testvérek? 12. Gyönyörű helyen laknak itt, kinézünk a ház ablakán, azt ott a vár. Igen. Sokat játszottak, vagy gyerekként? Hát, sokat. Én nem tudom, hogy... Addig még nem tudtam dolgozni, ott nyíltem fel. Tálakat őröztem, birkákat, a mi saját kis tárnáinkat, birkákat. Kié volt a vár? Hát kérem szépen, legutóbb a gróf Eszterházy Lászlóé. Ismerte őt személyesen? Ismertem. Hogyan? Hát ugye el szokott jönni oda a várba, körülnézni. Aztán ugye megkérdeztem, mit csinálunk, hogy vagyunk, mint vagyunk. Úgy ismertem. Meg dolgoztam náluk is, már gyerek voltam, gesztenyért szedtem, fát szedtem náluk. És ki vigyázott a várra? Úgy senki, már úgy állandóan. Hát ugye, mondta édesapámnak valamikor régen, Amberger bácsi, maguknak adom, a vár, ott figyeljék, ne rongálják. Itten használják ki, legeltessenek, kaszálják, gondozzák a füveket, mindent, hasznosítsák, és így magukért. Ez körülbelül 40 évig, még háború be nem jött, addig hát, hogy édesapám még kaszálták, meg hordták a zöldet, meg gondozták a lepottyant küveket, leszórták róla, meg ha volt úgy, hogy még felgyázták is. Mióta van nyugdíjban? Én kérem szépen, 6 éve. És mivel foglalkozik? Hát kosarat van aztán. Kosárkötés, méhészkedés, állatokat nevelünk, malacokat a saját részünkre, csak ugye egyet, kettőt. És mennyire élnek nehezen? Hát még jól élünk, nem élünk nehezen. Sokat dolgozunk, de jól élünk. Megvan ruhánk, élelmünk, mindenünk. Ha mondjam azt, hogy nincs, megnézi a spájzot, azt mondja, hogy hát úgy, ahogy nem. Még kalendáriumok is van. Van. Jó dolog ez a kalendárium? Hát én bírom. Miért? Hát ugye van, de sok minden ilyen viccek, ilyesmi, mindenki van benne. Mire jó ez a falusi kalendárium, amit maguk csinálnak? Most már néhány év óta. Az a jó, hogy 100 év, vagy 150 évig is, vagy 200 év, még annál is messzebb menőleg vissza konstruálja az illető azokat a régi dolgokat, hogy van valamikor Szent Királyon ez volt. És a nép most erre annyira kíváncsi, hogy végén ennyi idő óta is föl lehet elevenníteni ezeket a dolgokat, amik előfordultak valamikor régen. Na most, hát vagyunk itt a faluban, mint ezen a téren, nem akarok hazudni, talán 48-on, akik ezt a kalendáriumot konstruálták. A három faluban, ugye? A három faluban, igen. Konstruálták, ugye nagyon sokban benn vagyok, mert mindenhol ott vagyok, amit csak el lehet követni, hogyha valami mindig legyen benne, hogyha ez jól jön ki, hogy valamikor Szent Királyon hát ilyen is előfordult, mint amit hát levezettünk ide, igenvel a kalendáriumban. Nagyon örül itt a népnek, ilyen most is azt mondom, hogy hát nagyon várja a nép ezt a harmadik kiadást. Elkész úr is írt a kalendáriumba. Igen. Miért vállalta ezt? Miért tartja fontosnak a kalendárium ügyét? Én fontosnak tartom a kalendáriumot, mert a kalendáriumnak a szerkesztősége célul tűzte ki azt, hogy ez a kalendárium minden családhoz elkerüljön. Így esetleg azok is, akik nem foglalkoztak idáig ezzel a múlttal, hogy abból a kalendáriumból meg
tudhassa községünknek, falunknak, egyházközségünknek a régi történetét. Miért fontos az, hogy az emberek ismerjék, tudják? Fontos, mert úgy tudják igazán a jelent megbecsülni, és így tudják a jövőt építeni. Mert bizony ez a nép, amelyik itt lakott a régebbi időben, nagyon megküzdött a mindennapi kenyérét. Alud mindig lenézték, már lenézték. Ugye, akarnan okosan, nem törődtek vele, nem mehetett tovább a lépcsőn. Itt ugye a mi falunk népei ugye meg akarták mutatni, hogy itt is vannak tehetségek azért. Már vannak. Elég jó írások vannak benne. És hát mind a nép írta, a nép fiai írta. Nekem volt egy barátom. Várs Gréger Imrének hívták, költészettel foglalkozott, különben rézműves volt. Írt. Ő nem Rinkovács volt, ő olyan avantgárd, szabad, elvű költő volt, hogy öröm volt hallgatni, mikor mondta a verseket. Tehát nem a rémeket kovácsolta. És ő neki nem volt családja. És engem hát arra kért, Tónikám, te neked meg kell írnod az önéletrajzodat, amiben a család, a falu történelmi jelenléte is benne van, és én megírtam ezt. Ne haragudjon, lehet, hogy kicsit durva a kérdés, de ki olvassa majd el ezeket? Beszéltem a családdal, hogy meg kellene írni az önéletrajzot, akkor azt mondták, hogy írjam meg. És egy olyan merész gondolatom támadt, azt mondtam, én elkötelezem magamat erre a munkára, abban az esetben, ha ők is megírják, és hozzáteszik ehhez az ő életüket. Tehát ezzel szülessen meg egy családi történelem, egy folytatásos regény, egy folytatásos valami. És a gyerekek vállalták, hogy tovább írják majd? A gyerekek esküvel vállalták, hogy tovább írják. Oszlop egy olyan község volt, ugye, hogy három-négyféle nép keveredett ide, ugye Borson, az ország különböző részéből jöttek félvidékről, ugye. Azt itt még jobban féltek, mint egy magyar községbe. Példa rá, hogy a második világháborúnak az elesett, tehát a nem hősöket mondott, tehát akik annak áldozatai voltak. Bakony Szent Királyon megcsinálták nekik a izéket, az emlékművet, Bakony oszlopon nem. Itt nem merte csinálni senki. Máma is van ehhez hasonló, de most majd azért talán lehet, hogy így. De ezt is a kalendárunknak lehet köszönni, hogy most lehet, hogy kialakul egy olyan kör, amelyik aztán meg fogja csinálni. Hibács a nép közel 40 esztendő alatt itt összerázódott ismét? Össze. Akik az egykori svábok házába betelepültek, azokat érdekli-e aznek a falunak a múltja? Érdekli, egész biztos. Most már úgy, már nincs ír. Tehát tudni, hogy hát ez most felvidéki, vagy azoknak is megszakad az ottani gyökerük már lassan. Ugye úgy, hogy nincsen nehéz izéjük. A rokonok kihalnak, az idősebbek, és aztán így ezeket persze, hogy érdekli. És minden házasodnak, mert aztán élnek vége eredményben. Én nem tudom, te látod-e már a kalendáriót, amin fölnyitott, az van benne, hogy tanulna és tanítana. Mert a kalendáriumnak nincs más feladata, mint ez. És az a jó, hogy akadt valaki, aki ebbe a bakonyi sziklába belevágta a bicskáját, és ebből egy forrás fakadt, első kétből vette fel, és belentettével a mikrofonba, belebeszéltem, és abból bötött sajtót, aki is az íródott le úgy, hogy ahogyan volt naturban a kalendáriumban. Ez a fontos. Na, de miért fontos az? Hát ez elmúlt. Hát elmúlt. De erről csak a múltból lehet meríteni. Most elmondom még azt történetesen, hogy például ez a falu visszafejlődött. Visszafejlődött. Ebben a faluban volt történetesen
benzinkút a 30-as években. Ebben a faluban két panzió volt. Ebben a faluban két hentes üzlet volt. Ebben a faluban négy vendéglő van, igaz, ez van kettő. Öt bolt, egy van. De a penziók, ezekből semmi. Semmi nincs. Tehát jártani a világnak, hogy ténylegesen nem az azon volt fejlődés, van visszafejlődés is, és ez főleg falun. Pedig ha egy műveltebb falut nem hozunk ki, és itt nem termelünk meg egy önérzetes magyar, akkor ez a Magyarországból se is, ebből a Magyarországból is nehezen lesz Magyarország. Engem megütött az, amikor azt mondta, hogy ha nem nevelünk ki önérzetes magyart, mondja ezt az egykori Stern Antal, a sváb. Ezt például én ezt azzal tudom úgy visszautasítani, hogy kikételkedhetik bám apó magyarságába. Az igaz, hogy én addig kerestem a magyarságomat, még megtaláltam azt az 1700-as években, hogy Stár volt. De én nem érzem azt, hogy én bennem német vér folyik. Én bennem magyar vér folyik. Magyar. Anyám takmás volt, sok gyerek is. Tanézéből származott. És ha nem jelenti az, hogy sváb, hogy sváb valaki, amelyiket lehet magyar. A világ is érse ezt sértésnek, amit én nem mondtam. Nem. Ahol történetesen az a sváb nem tud jó magyar lenni, ott nem tud jó svábnak se lenni. Tehát itt arra kell rá ébrennünk most már, hogy tényleg azok az emberek, ha svábnak tartják magukat, azok lehessenek svábok. Tehát történetesen, ha azt mondanák nekik valaki, hogy innen ki lesznek ők telepítve Németországban, egy vérig ragaszkodnának, hogy ne kellene kimenni, mert magyarnak érzik magukat. Hát ezt valahogy így tudom megmagyarázni. A térségben tehát német ajkúak is élnek. Bakonyoszlop nemzetiségi község volt, az itt is birtokos Eszterházi grófok 1714-ben német ajkúakat telepítettek be. A németség katolikus, a magyarok református vallásúak. Nemzetiségi és vallási konfliktus gyakorlatilag nincs. A felszínen csak az enyhe hagyományőrzés jelzi, hogy az itt élők egy része német anyanyelvű. A mélyben azonban elhallgatott és fájó történelmi konfliktusok húzódnak. Dilemmánk az volt, hogy szabad-e feltenni ezeket az elhallgatott kérdéseket. Végül az esetleges konfliktusok felvállalása mellett döntöttünk. Jó módszernek bizonyultak a kalendáriumok hangos mellékletei, a portréfilmek is, amelyeket nyilvános vetítéseken mutattunk, s mutatunk be azóta is. A német ajkúak választhattak, hogy melyik hadseregbe mennek katonának. A magyar vagy a német hadseregbe, hogy is volt ez? Igen, voltak, akik bevonultak a magyar katonának, és onnan egyszerűen hazaküldték őket, és leszereltették a magyar katonaságban, ez már a németeknek a nyomása alatt volt. Ezek az emberek, akik innen kilettek telepítve, ezek itt érzik magukat otthon, mert mégiscsak ezek ők magyarok. Hiába vitték őket ki Németországba, mint németek, ezek Németországban csak magyarok. És ezek az emberek haza vágyódnak. A múlt mozgósító lehet a jelenben is. A paraszti élet és munka például jelenkori realitássá válhatnak. Itt laktunk a 3. negyedik házba, a régi családi házba, a bátyám maradt ott. De már a régi családi ház az fényjel rombolódott, a fényjel tették, újat építettek előtte. Hát, körülbelül 12 ott földünk volt. Hát ezen gazdalkodtunk, én kis, mert ugye akkor az egész család gyerekektől mindenki dolgozott, mint amit tudtunk. Hát édesapám ősztűn tavaszig, erdőre járt, mikor a földön nem volt munka, erdőre járt. Mi meg etettük otthon a marhákat, lovakat. Be volt osztva, hárma
voltunk testvérek, egyik bátyám azt tanult, hogy ő sem, még kette, meg itt öröttünk parasztnak. Boroljola a szedrédi határban, kivirágzott egy nagy nyárfa magában, de kivirágzott, le is hullott magában. Juhász legény, forrója az aljában. Az életemet mondjuk azt mondhatom, hogy én pásztor életben nagyon sokat átöltöttem már. Gyerekkoromban, mikor én hát 3 éves voltam, vagy 4 éves, már menni kellett az apámmal őrizni a disznókat, vagy a szarvasmarhákat. Ugyanúgy itt Szentkirályon is azt őröztem, 1500 darab disznót. Úgyhogy még én pásztor voltam, baj nem volt sose az állatokkal. Sok ember azt mondja, hogy hát én is pásztor vagyok. Nem mindegy, hogy valaki azt mondta abban az időben, hogy pásztor vagyok, mert akkor annak születni is körülött. Mert az állatot én szerintem szeretni is körül, nem csak őrizni. A kalendáriumi munka egyebek között az elveszített önbecsülés önérzet megújuló forrásává vált. A nyilvános bemutatón Molnár Elek 5 gyermeke közül a legidősebb, meghatódva köszönte meg az édesapját ért megtiszteltetést. A filmeket az iskola és a helyi közösségek saját rendezvényükre vetítésre kérhetik. Ezzel a lehetőséggel az első közösség után másodikként megalakult Szentkirályi Nyugdíjas Klub mindjárt élt is. Azóta mindhárom faluban működik ilyen klub. A bemutatottak, s persze nem csak ők, hangadói, véleményformálói lettek a kalendárium köré szerveződő első közösségnek, amely kalendáriumi baráti körnéven meg is alakult, és elnököket választott magának a 3 faluból. A baráti kör vált szószólójává a közjóra irányuló törekvéseknek, közösségi cselekedeteknek. Hangos mellékleteként 1985-ben megjelent az első jelenben politizáló melléklet is. A tanácstagi szerep jó részt formális szerep volt Magyarországon, részben az egypártrendszer miatt, részben pedig azért, mert a falvak helyben megtermelt értékeit az állam elvonja, és az újraelosztásban általában a falvak, de különösen a kistelepülések rendkívül hátrányos helyzetbe kerülnek. A tanácstagok tehát nem a döntések meghozói, hanem a központi döntések végrehajtatói, és így jelentőségük a helyi fejlesztésben csekély, de szerepük még így is kulcsszerep. Ők a helyben megjelenő hatalom. A Magyarországon végbe menő reform folyamat érinti az újraelosztási folyamatot és a választási törvényt is. Először az 1985-ös választáson fordult az elő, hogy egy-egy körzetben 2 embert jelöltek, és így valóban választani lehetett, ha nem is irányzatok, de legalább emberek között. Ám még egy csökevényes lehetőség is magában hordozza a demokratizálódás lehetőségét. Ezért kértük fel a tanácstagokat, mondjanak programbeszédet. A filmeket minden falu közösségi terein 3 napig non-stop vetítettük. 1939-ban születtem Bakony Szentkirályon, 3 gyerek édesapja. 22 éve tanácstag, 30 éve önkéntes tisztotó. 12 éve, mint önkéntes tisztotó egyesület parancsnoka, 11 évig voltam munkásőr, Hazafias Népfrontbizottsági tag vagyok, szakszervezeti bizalmi, az erdészetnek, ott dolgozom 59. február 1-e óta, 2-szeres kiváló dolgozó voltam. A községünk fejlesztéséről a következő években annyit szeretnék kérni, hogy a víz az föltétlen meg legyen. Igaz, hogy nehéz ilyen rövid idő alatt sok mindent megcsinálni, mert az elmúlt években, 30 év alatt, ami elmaradt, azt nem lehet utolsó 10 évben megcsinálni, beépíteni, mert lehetőségek már nem olyan adottak, mint előző időszakban volt. És most ugyanennek a körzetnek a másik jelöltje mondja el saját elképzeléseit. Töleki Otto vagyok, helyi termelőszövetkezetben dolgozom, 2 kis családommal, szüleimmel itt élünk ebbe a házba. Hát ha mint második jelöltet, netán engem választanának meg tanácstagnak, én, mivel hogy még eddig nem voltam tanácstag, szeretném a munkámból legmesszebb előkig támogatni a, úgy a választókat, mint a faluban élő embereket.
és hát a kérések, úgy mint tanástag, úgy mint emberre, a falunak is, az embereknek is megértők, türelmes munkával sok mindent meg lehet csinálni, és reméljük, hogy az elkövetkezendő időkben meg lesz a vízünk, iskolánk, orvosi rendelőnk, és akkor már egy komolyabb, normálisabb életet tudunk a falunkba élni. Még a választókerülethez annyit szeretnék mondani, hogyha az embereknek problémájuk, gondjuk van, jöjjenek, szóljanak, és megpróbáljuk orvosolni. Én továbbítani fogom a gondokat a tanácsvezetőjének, és reméljük, hogy a problémát nem lesz oldva. A választási műsorban nem csak a helyiek, de az országgyűlési képviselők is megszólaltak. Nyilatkozatukat a nyilvánosság előtti elkötelezés céljával a szerkesztők a legközelebbi kalendáriumban leközölték. Képviselő ígéretei máig ígéretnek bizonyultak. Nyilvánvaló, hogy nem az a fejlesztők feladata, hogy bevezettessék a vizet, kiárják az iskola építéshez szükséges támogatást. Feladatuk az, hogy a passzív várakozás helyett probléma megoldó önsegítő mozgásokat segítsenek beindítani. Így is történt. Az országra évtizedekig jellemző és kényszerű várakozás helyett itt önsegítő mozgások indultak be. Elsősorban arra bátorítottuk a vezetőket, járjanak utána a bauxit kitermelésére vonatkozó terveknek, hogy az emberek tudják, milyen jövő vár rájuk. Kikerülve a hivatalos utat, egyenesen az alumíniumipari tröszt vezérigazgatójától kértek s kaptak kihallgatást, akinek kérésükre módjában volt megváltoztatni a terveket, s így a falut nem fenyegeti többé a felszíni fejtés veszélye, s az építési tilalmat is fel lehetett oldani. A fejlesztők javaslatára a falvak főépítés szerződtettek, Makovec Imre, a népi építészet hagyományainak hazai legjobb folytatója személyében, aki elvállalta a magánépítkezések esztétikai befolyásolását, valamint néhány középület terveinek elkészítését. Az iskola tervek elkészültek, s most várjuk, hogy a következő 5 éves tervben a helyi tanács immár késztervek birtokában nagyobb eséllyel induljon a megyei elosztásban. Makovec Imre munkája az új rendezési terv is. Az új szabályozásban megfogalmazódó esztétikai követelmények egyben az eddig kialakult építészeti környezet bírálatát is jelentik. A szabályzat előírja, hogy csak magas tetős épületek épülhetnek, s a tetőhajlásszöge maximum 45 fok lehet. Kétszintesnél nagyobb épület nem épülhet, s ajánlott a földszint tetőtér együttes. A házak héjazata cserép legyen, faluk fehér, külső faszerkezetük lehetőleg barna. A kerítések anyaga pedig természetes anyagokból készüljön, terméskőből, fából, téglából vagy élősövényből. Az építészeti tevékenységben fogalmazódtak meg az első komoly konfliktusok. A megyei vezetésből a fejlesztéssel szembeni védekezés reflexeit váltotta ki, s támadásba is lendült. A lakosság, miután a tevékenység a helyi hatalom mellett jelent meg, hiszen a tanácstitkár engedélyezett vagy sem egy adott tervet, nos a lakosság úgy érezte, hogy most már élete utolsó privát szférájába is beléptek, s még azt is meghatározzák, hogy miből legyen a tető a feje felett. Vagy fél éven keresztül forrt a falu, s bár mindenki kimozdult korábbi passzivitásából, a vita megosztott és egymásnak ugrasztott vezetőket és lakosságot egyaránt. Ezért az építészeti fejlesztői munkát meg kellett szüntetni. És miközben Makovec Imre 3 falut elhagyni kényszerült, miniszteri rendelet született a falusi főépítész intézményének bevezetésére. Az azóta épült bakonyi épületek paradox módon tükrözik az új szándékokat, de tiszta megvalósulások helyett, néhány kivételtől eltekintve, kommersz közízléssel átitatott épületek születtek. E terület tanulságai már csak másutt érvényesülhetnek. Gyűjtöttetek? Miért kellett gyűjteni? Kevésre a pénzt. És hogy adtak, mennyit adtak eddig, és miért nem lehetett ezt megmondani, hogy mennyit adtak pontot? Nem volt még, de mind. És mennyi jött? Most körülbelül 12-en adták már fel. Igen. A tanácstagok, az átlag olyan 8 és 10 ezer forint között mozog.
Tehát most... 31 választókerülettel számít, mondjuk 30. Tehát, hogyha 10 000-es átlag jönne be, akkor 31.300 000 forint lenne. Tehát 300-ra számoltunk, de valószínű alatta lesz. Ez mikor találhatok ki, hogy őre gyűjteni kéne? Megmondom, hogy hogy történt a dolog. Cseszneki felügyülésen tavaly decemberben. Egy polgár azt mondta, hogy nekünk most már orvos kell szereznünk, és meg is kell tartanunk az orvost. Azt mondta, azon az áron is, hogyha magunk gyűjtünk össze annyi pénzt, hogy rendelőt csinálunk és orvosi lakást. És nem az olyan emberek, azt mondta, hogy miért nem hoznak itt egy orvos? Nagyon kevés. Olyan ember volt, aki azt mondta, hogy ő nem ad, általában gazdagabbak. A tehetősebbek, aki azt mondta, hogy ő nem kíván hozzájárulni. Egyébként nekem erről a dologról az a véleményem, hogy a világon mindenütt, minden rendszerben volt, van és lesz olyan, hogy egy közösség a saját céljaira adakozik. Gyűjt, abból kívánja megvalósítani, mert csak abból tudja. Ti mit vártok az államtól? Én igazságosabb elosztást. Abból, ami van. Ezt már tudod, megbeszéltük. Még pontosan. Nem számítunk. Igazságosabb újraelosztást. Az emberek tehát rájöttek, hogy az orvosi rendelőt lakást is önerőből szükséges felépíteni, mert ha tovább is várnak, nem tudnak megtartani egyetlen orvos sem. A Makovec Imre által tervezett rendelő és lakás azóta megépült, s míg korábban hónapokig kerestek orvost, most 5 jelentkezőből választhattak a tanácstagok. Tudni kell azonban, hogy az önerős beruházások a lakosság amúgy sem csekély terheit növeli, mert a fizetések csak a megélhetésre elegendőek, a többi elvonásra kerül. A végső cél tehát egy olyan nem romboló, hanem konstruktív társadalmi magatartás kialakítása, amelyik visszahat a társadalmi struktúrára. Többször elhangzott már a filmben is, hogy a térségben nincs egészséges ivóvíz, sőt, egyáltalán víz is alig. A bánya végzett ugyan próbafúrásokat, de vizet helyben nem talált, így azt valószínűleg egy szomszédos faluból vezetik majd ide. A fővezetékről való lecsatlakozásról azonban, mint oly sok helyütt Magyarországon, nem az állam, hanem a lakosság gondoskodik majd. A víz bevezetéséhez szükséges fejlesztés az információk biztosítása, vízműtársulat szervezése, mert ez a kedvezményes hitel előfeltétele. A kereskedelmi ellátás javítása érdekében legalább a 30-as évek állapotának visszaállítását és a magánkereskedelem vállalásának sugalmazását tartjuk fontosnak. Az elmúlt években több magánüzlet indult be, az Áfész is felújította a vegyesboltokat, éttermet állított be a székelyközségben, de a kereskedelem és a vendéglátás továbbra is megoldatlan. Híressé vált a térség. A falvak több száz éves történetében összesen nem született annyi híradás róluk, mint a kalendáriumok kapcsán. A megyei országos lapok, a rádió és a tévé többször sugárzott műsort, hol erősítve, hol gyengítve fejlesztői munkánk hatásait. Kalendáriumi munka egy inspiráló légkört hozott létre, s a korábban már elgondolt, de eddig értelmetlennek tartott tevékenységek beindultak. Az egyik lakos például saját régi házát átalakítva nyit majd öregek napközi otthonát. Régi törekvés valósult meg, például a Hajdani utca nevek visszaadásával, s a meg nem gyászolhatott elesettek emlékének való tisztelgéssel is. Vagyis a szabadságharcosnak, most csinálhatom még emléktáblát a templomba, református templomba.
Egy mondogattuk többször tanásnál, és ár mindenféle alakulatna, a népfrontna, és úgy, hogy évet áldozott, és minden, hogy hát meg kell valahogy valamit különbá csinálni, vagy a népnek, vagy a gyereknek a figyelmét, az úttörőkét főhozni, hogy itt is van minden, a szabadság fős, legyen a szabadságharcú. Senki értesedette, semmit nem is törődtek vele. Hát akkor, ha nem törődnek, majd még csináltak, akkor mi magunk. Hát a templom nincs még lelepázva tavasszal, ezt majd az ünnepi osz lesz lelepázva. A közjóra irányult az a törekvés is, hogy a helybeli arra nagyon is érdemes lelkész, ne csak lelkészi, hanem közéleti szerepben is megjelenhessen a helyi nyilvánosságban. Református gyülekezet itt a faluban a reformáció óta van. Abban az időben Enyingi Török Bálint volt a földesura ennek a környéknek, és ő élt egy Bálint kap nevezetű lelkész szolgálatával, és itten Bakony Szent Király Cseszneket és környékét ő reformálta. Mindent elkövetünk, én magam is mindent elkövetek, hogy gyülekezetünk tagjai ismerjék meg gyülekezetünknek dicső múltját. Nagy Bálint is őt kérte föl költői estjén bevezetőt mondani. Az estet a baráti kör rendezte, az ugyancsak általa kiadott Nagy Bálint verses kötet sikerén felbuzdulva. A költői esttel a baráti kör egy újabb lehetőséget adott a falvak népének a találkozásra. Valami ösztöndi is kaptam, hogy írni köllene. Már ezt már nem mondom meg, hogy fogom magam azt a költő leszek, vagy író leszek. Leülök már, ha írek. Nem megy úgy. Nem. Nekem állandó papír volt, meg szerűz a zsebembe. Legtöbbször munkakör, szántás közben akkor kellett írnom. Hő, le kellett adni lovakat. Írtam, hogy a zsebre tettem, megint azt a tovább mentem. Költőnek nem érzem magamat, hát parasztnak érzem magamat. Az összes familiám paraszt volt. A szakmámhoz illik ez a vers, amit most elmondok. Parasztim ezért küldötte vagyok. Úgy jöttem, mint vadon termett virág. Bölcsességem, tudásom nem nagyok. Nem neveltek engem nagyiskolák. Ők adtak szívemnek fényt, sugarat, szabad mezők a tiszta ég alatt. Ugyanél kaptam egy fölhívást, nem emlékszem már arra se honnan, vagy kitűr, hogy küldjek be az ifjúsalkó verset. Hát küldtem be, aztán hát egy parot közültek is belőle. Egy nagy csomó újság elveszett, mert összegyűjtöttem én ezeket. Volt belőle sok, hogy aztán hova tűnt el, nem tudom. Olyan régen volt már, hogy nem tudom, hova tűntek el. Egyébként ebben az újságban a legtöbben ilyen parasztírók írtak ebben az újságban. Parasztírók. Akkor meg úgy volt, hogy fölfigyeltek, ha valami paraszt valami tudott írni, ha fölfigyeltek. Fejlesztették is. Ugye most nem törődnek, vagy ilyen ember ne igen írjon, mert úgyis hiába ír. Mert legalább tanári oklevel legyen a zsákiba neki. Másképp nem megy az ilyen. Úgyhogy elég jól ismertük még annak irány egymást, rajta az egész országból. Már ugyanazok írtak ebben is, akik a parasztírók antológiájából, úgyhogy Bálint bácsi verse is megjelent a parasztírók antológiában? Minden évben jelent meg egy-egy versen benne. A verses kötet a második kalendárium mellékleteként jelent meg. A háború óta nyilvánosság elé nem lépett parasztköltő nagy sikert aratott. Fejlesztői stratégiánk fontos eleme volt a falvak határainak kitágítása, és annak az életérzésnek a megváltoztatása, hogy a világ a falu, illetve a megye határig terjed. Valamely helyi felismerés, elhatározás kivitelezéséhez mindig külső, és pedig a lehető legszínvonalasabb megoldás lehetőségét rendeltük információk, kapcsolatok formájában. Gyakran szerveztünk utazásokat. A Bakony Szent Királyhoz tartozó Hajmás pusztán sorsára hagyott öt kis tó valamikor a Grófék halastava volt.
Kiderült, hogy a helyiek szívesen rendbe tennék a tavakat, kitisztítanák, halakkal betelepítenék, s kiállnának oda pihenni, ha tudnák, hogyan kell ehhez önerőből hozzákezdeni. Tapasztalatcserét szerveztünk tehát a jászentlászlóiakkal, akik ezt a problémát már sikerrel megoldották. S a bakonyi falvakban szinte egyik napról a másikra létrejött egy horgászegyesület, s az évek alatt elérték céljukat. A francia utazás nem turista út volt, hanem kapcsolatteremtés. A bakonyiakat először 1986-ban hívták meg a normandiai Manville-ből, s ott családok fogadták őket vendégül. A bakonyiak a következő évben látták viszont a családokat. Nem csak a magyar, de a francia résztvevők egy részének is első külföldi útja volt ez, teli felejthetetlen katartikus élménnyel. A normandiai Pontodmerben és a Bakony-Szentkirályi Művelődési Házban ezután magyarul, illetve franciául tanultak a kapcsolat résztvevői. A kölcsönösség jellemzi ezeket a cseréket, így a megújuló önérzet erőteljes élményforrásai. Kicsit citromot ide ráöntötök, és akkor egy villával kicseritek, és egy kis kenyeret esztek hozzá. Nem tudom. Na mondd el a szemben. Mais évidemment. Et dans tous les échanges. Sokat utaznak és sok vendéget látnak. A kapcsolatok országszerte, sőt Európával is kiépültek. Az ember csak úgy találomra dúdolgat, és oda se gondol. Egyszer csak észreveszi, hogy valami határozott, kerek dallam alakul ki. Akkor megáll az ember. Hogy is volt csak? Akkor visszatapogat a dal első kezdő hangjai felé. Elhangzottak bár, és el is feledted őket. De a melódiának immár világos vonalán visszanyúlhatsz utánuk, és felidézheted. Mert a múltban merülni hangok láncát összefüggésük értelme kiemeli emlékezésed jelenébe. Az ember csak úgy találomra él, és oda se gondol. Egyszer csak észreveszi, hogy az egész valami határozott és értelmes alakká formálódik. Akár egy dallam, mintha nem csak véletlen élet volna, hanem megszabott sors. Akkor megáll az ember, és visszanéz a kezdet felé, és rég elfelejtett dolgok válnak ki a múltak ködéből. Kiemeli őket a melódia összefogó törvénye. Mert az egész dallam jelen van,
minden új hangban, és az egész sors minden új eseményben. Mert a dalban a hangok múlnak, de az utolsók az elsőkre utalnak, és tőlük kapják értelmüket. Így idézik egymást az események is. Régmúlt pillanatok ébrednek elevenné az értelmes sors szerves egységében, az élet melódiájában.